nyilván évek óta mindenkitől kaptuk ezt a kérdést, hogy lesz három. És amikor eldölt, akkor az úgy visszakérdezel, hogy de biztos? Tehát oké, nagyon szeretnénk, de ne hűítsetek be, légy szíves, hogyha nem, mert az ember beléli magát valamibe, és akkor azután a nagyon nagy szomorúság. És lőn, harmadik rész. Maguk kik? Várai Ákos vagyok, ő pedig a testvére. Le vannak tartóztatva. Mindig azt szoktam csinálni, hogy körbe telefonálom a színészeket, hogy vajon ők mit szólnak hozzá, és miután ők is nagyon-nagyon örültek a dolognak, az engem is inspirál, és akkor Divinyi Rékával közösen megírtuk a harmadik rész forgatókönyvét, sokat csiszolgattuk, és volt egy pont, amikor azt mondtuk, hogy na, most ez az a verzió, amit már érdemes rögzíteni. Én tudtam, hogy ez benne van a levegőben, tehát azt annyira éreztem, hogy egy harmadik készülődik, meg azért időnként összefutottuk a nyáron, vagy alatt 7 év alatt, és akkor így mondta, hogy azért dolgoznak rajta. Ugye a Győzővel meg a Pindok Csabival együtt dolgozom, ugyanabban a színházban. Ők már évek óta tébolyban rótták az élet utcáit, hogy mikor lesz már, mikor lesz már. És ahogy már valami kis jelet támadt ennek, hogy lesz, nekik kigyúlt egy hatalmas fény a fejük körül. Tábor nem hívott föl. Szerintem a Győző mondta egy Top Dogs előadáson, hogy biztos, hogy lesz. De jó, tök osztály találkozunk. Én arra emlékszem, hogy az átriumban játszottuk a Pillanat felvétel című darabot. Kint találkoztunk meg, hogy mondta, hogy megnézés. Hát most valamit elmond nekem, de ez még csak a terv. Van egy szerep, amiben rám gondolt. Én még azért vagyunk benne a filmben, mert adtam a R&D úrnak egy kis pénzt, hogy leforgathassa ezt a filmet. És fiúk kérték, hogy viszont cserébe akkor hagyj játszanak már benne, csak nem merem őket egyedül hagyni, úgyhogy jöttem én is. Nem emlékszem pontosan, hogy milyen szituáció volt, de hogy én ezt nagyon szerettem volna ezzel a csapattal és a Gáborral megcsinálni, az biztos. Engem személyesen hívott föl. Nekem csak a titkárnőmet. Tőlem többen megkérdezték, hogy na, akkor lesz a Valami Amerika 3, és akkor gondolom benne leszel, mert benne vagy a hírekben. Úgyhogy én így tudtam meg. Nagyon megörültem neki, hogy fölhívott, és mondta, hogy lenne egy szerep ebben a dologban, és akkor már kicsit szabadkozott, és mondta, hogy ne ijedjek meg, hogy miről szól az én szerepem, de azt remélem, hogy van elég humorom hozzá, hogy ezt esetleg elvállaljam, és akkor én rögtön igen mondtam rá. Hát akkor voltam kórházban, és pont akkor haltam meg kétszer. Csak küldött a Gábor egy SMS-t, hogy Ferikém, ugye jól vagy, nem szeretnék új forgatókönyvet írni, és akkor visszaírtam neki, hogy nyugi, nem kell még egy temetést megrendezned a filmben. És akkor ez a vidám, bohókás kis SMS váltásunk volt, és utána akkor mondta, hogy mert hogy jövünk vissza, tudod? És mondtam, jó, várom. Alex itt van. Ez nem lehet igaz. A életbe! Egy kicsit elbeszélgetünk vele. Mégis csak ennyi tőlük húzni le. Nagyon korán van. Nagyon jól keltem, el se aludtam gyakorlatilag, egész éjjel forgattam fejben. És számomra kész a mai anyag, mehetünk haza. Ugye a másfél évben át írtuk, és szerintem ugye a 15. 16. verzió az, amire azt mondtuk, hogy ez most már elég jó. Műfajilag egy kicsit más szerintem, mint a kettes, vagy az egyes is, hogy egy picit elmentünk akcióvígjátékba, némi krimi elemekkel tűzdelve. Azt gondolom, hogy talán ez lesz a legpörgősebb film a három film közül. Hát nekem az a nagy történetem, hogy ebben a részben Eszter anyai örömik elé néz, és hát tulajdonképpen ez hatja át az egész történetet, el is jutunk magáig a szülésig, meg is születik a baba. Csak nyugodtan, jól bírom a rinyálást. Ez nem rinyálás! De rinyálás, de attól még tényleg szülni fog. Egyszer letéptem egy faszi, mind a 10 körmét. Na, azt tudod sikítani. De hát természetesen ezt a szülést is keresztbe húzzák a fiúknak, és hát ugye főleg Alexnek az ármánykodása. Felbukka megint az házi, bekavar megint, bekerülünk a börtönbe valami hülye bélyeg miatt, ott aztán ütnek, vágnak minket. Természetesen ebből adódóan
meg kell rendezni az Eastwest-et. Timi, szakmailag azért ugye a második részben láttuk, hogy dobbantott Magyarországról és Amerikába próbálkozott, nem sok sikerrel. És aztán ez szépen úgy a East-West musical-e meg is halt ez az álom, mert hát egy lábtöréssel együtt így egy karrier is derékba tört. A harmadiknál pedig azért már korból is kifolyólag, meg a testvérek miatt is ugye a gyerek és a családalapítás áll a középpontban. Azért az nagyon szép, azt számoltam, hogy ugye 16 év, de van együtt a Timi az Ákossal. Tudom, látszik-e, hogy szőrös vagyok? Jó reggel! Vége, lányok, alforgatok! Jöttek a lányok! Ugye Timi mindig nagyon szereti magát mutogatni, vele kell foglalkozni, szeret a középpontba lenni, és hogy nem jött össze a színházi karrier, vagy a filmes karrier, ezért kell valami tévés karrier, vagy valami internetes a mai világban, és belefog egy ilyen szelfizős műsorba. Te jó ég, Eszter! Ez a lábad? Azt hittem valami farönk. Szívem, készülj, ilyen a terhesség. Meggondoltam magam, kis állatunk lesz. A tegényeiddel arra úgyis nagyobb az esély. Csináltunk egy promóciós vlogot. Én most tudtam meg, hogy ez mi a vlog tulajdonképpen, mert én írtam blogot anno, de most a B helyére V került. Meg kellett tanulnom, hogy vannak emberek, akiknek ez a foglalkozása, hogy blogger, ami azt jelenti, hogy mesélnek témákról, beszélnek, csinálnak felvételeket, és emberek erre reagálnak, és írogatnak, és beírnak, és kérdeznek, és elindul egy ilyen kommunikáció a blogger és a nézők között. Az a helyzet, hogy Andrást itt csak verik, de igazából ő semmilyen akcióban nem vesz részt, vele megtörténnek a dolgok. Tehát ő nem lő, nincs autós üldözésbe, nem menekül, ő egy börtönben van és elszenvedi a legdurvább dolgokat. Ő Tony. Ennyi a Balaton másik fele. Balatoni, ez jó, sokat gondolkodtak rajta. Az urakban kitisztelhetek. Borsod, Abaúl, Zemplén. Ugye Baláék bandáján kívül lett egy másik banda, Toniék. Bandája ugye a szójáték továbbra is megmaradt, hogy Toniék a Balaton másik fele, és ugyanúgy két gangsterrel az oldalán, akik a banda vezér Tonit László Zsolt alakítja, és a Lolka és Bolka a két gangster az oldalán, Gangsta Zoli és Kovács Lehel. 2-1. És az egyik nap besétált az ajtón, miközben én ültem és csak eszegettem a kis izémet, műzlimet. Így besétált előttem így egy Csúlyaimi, aztán a Stól András, aztán jött a Nagy Ervin, aztán jött a Turóci Szabi, aztán jött az Ónodi Eszti, az Oroszlán Szonya, aztán átment előttem a Szervét TV, meg a Pokornilia. Közben hallom hátulról a Scherer Petinek a hangját, és azt kérdezem, van még valaki, aki most minden filmben benne van, és nincs ebben a filmben is? Itt most itt van a szakma. A nevem dr. Bárány Olga, ügyvéd. Molnár Eszter. Timi. Szívesen segítek, ha tudok. Jaj, az nagyon jó lenne, nekünk nem mond senki semmit. Eleve nagyon érdekes beszélni egy olyan filmbe, aminek már előtte volt két része, és mindenkinek megvan a saját karaktere, a szereplők is egymást ismerik, a színészek egymást ismerik, pontosan tudják azt, hogy rögtön így be tudnak szállni a saját karaktereikbe, tehát nem kell keresgélni. Nagyon érdekes így eleve beszállni egy filmben. Annyira imádna, hogy procizettük egymást végig. Ez egy határozott, picit titokzatos ügyvédnő. Alapvetően én a lányokat segítem, tehát hogy ők bajba jutottak, és én pont egy folyosón hallom az ő problémájukat, és nagyon boldogan segítek nekik. A Scherer Péterrel is van egy különös jelenetem, amiben lehet érezni azt, hogy az értelmes, okos ügyvédnő hogyan próbálja kicselezni a kevésbé intellektuális nyomozót, de hogy én azt hiszem, hogy mindegyik jelenet alatt ott van az a picike kis kosz, hogy valami nem stimmel, vagy olyan furi. Ki mondta, hogy ez randi? Mi más lehetne? Üzleti ajánlat. És szerepel benne a pesgő, a kötél, a tejszínhab és az eper. Egy rendőr nyomozót játszom, akire
A legjellemzőbb az, hogy le akar szokni a cigiről, és ezért elektromos cigit szív, de mivel folyamatosan amerikai filmeket néz, hogy a nagy nyomozók hogy szívják el az utolsó Felixi cigarettát, ledobják és rálépnek, és eltapossák, és az első füsttel indítják a mondatot, ezt leleste Brandó hadnagy, és gyakorlatilag az elektromos cigit állandóan eltapossa. Itt Brandó, akció lefújva, levonulunk. Az a Brandó. Én eredetileg a Valami Amerika 1-be is lettem volna, egy pici szerepbe. Az egyik rendőr lettem volna, aki a jobbkormányos Jaguárt igazoltatja, mert a Gáborral mi már akkor szimpatizáltunk egymással, és az meghiúsult egy ilyen ráérési, egyeztetési ügyetlenség miatt. A Valami Amerika sorozatot is szerettem, és ugye a második részben már boldog-boldogtalan benne volt, már ilyen amatőrök is, mint a Túróci Szabolcs, meg mit tudom én. Hát mondom, ez lehetetlen, hogy nekem itt nem lesz egy szerep. Végig azt lehetett érezni, és ez azt hiszem a Gábor személyiségéből fakad, hogy nagyon meg vannak becsülve és meg vannak tisztelve a színészek, és ez nekem nagyon tetszik. Ez ritkaság. Magányos csónak a tengeren. Ugyanazt a színdarabot elő fogják adni, azt a musicalt, amit a kettőben láttunk, és ebben én kapom Klára szerepét. Hát én vagyok az, ami a Tompos Kátya volt. Ez pedig azt jelentette, hogy nekem is fel kellett énekelnem a Magányos csónakot, a Freed, és hát el kell táncolnom azokat a dolgokat, csak hát kicsit pikantériájú dolognak, hogy mindez a börtönbe történik. Én nagyon közel álltam hozzá, hogy a Győzi figuráját én játszam, még az egyben. De aztán a Korci nagyon-nagyon emberséges módon megvárta a Győzőt, és így a Győzőjét, és nagyon jó lett a Győző benne, és a teljes emblematikus figurája ennek a Valami Amerikának. Kicsit irigykedtem rá akkor. Nem nagyon, tehát nem annyira, mint a Nagy Ervinre vagyok a Kincsemnél, de azért úgy bennem volt, hogy jó lett volna ezt eljátszani. Nézd, ez egy meleg banda azért. Rezsóhoz, hogy elég erős a beszélő név. Nyilván egy vígjátékot csinálunk, nyilvánvalóan bizonyos jegyeket ki fogunk domborítani, és szerintem a legfontosabb az, hogy néha féljenek tőlem. Tehát, hogy amikor jelentek vannak, akkor ne állandóan egy ilyen, nem tudom, egy ilyen kb. Nő imitátort játszak, hanem ő azért az a bandavezér, akitől az összes banda tulajdonképpen kicsit rettek. Tehát egy ilyen börtönfőnök is. Megpróbálom ezt a jelenetekben jól súlyozni, hogy természetesen legyen ennek egy úgy mondjam, egy humorosabb vonulata, de ne legyen paródia. Csücs. Korongozgat? Csinálom a köcsögökét. Én eleve szeretem a magyar filmeket, és szerintem a Valami Amerika az egy olyan kuriózum szerintem Magyarországon, ami mindenképpen nívós dolog. Az volt a kérés Majkáék felé, hogy ha nem is feldolgozásán készül egy új szám. Szerettünk volna nagyon mait meg frisset, de hogy egy pici ízét a első nagy bombonslágernek vissza tudjuk hozni. A harmadik rész a börtönben történik, úgyhogy egy ilyen füllett erotikája, de mégis egy picit csibészesen agresszív szövege világot hozott be a Majka meg a Curtis. Inkább egy kicsit ilyen James Brown-os vegyítésű nóta született belőle, aminek kemény odamondó szövege van. Rengeteg sztorim van a Buryből, ami nem velem történt meg, hál' Istennek. De maga a feeling az nagyon jó, tehát azt nagyon szeretem. Ez egy hatalmas megtiszteltetés tényleg. Szerintem ez ismét egy lépcsőfok. Tényleg egy filmzenét készíthetünk, és főleg egy Valami Amerikának. Miért hiszek el mindent neked én? Ígértem, hogy nem hívlak. Optimális hétfő reggel egy szétlőtt, szétvert kocsiba, mínusz 5 fokba szélbe nyomni. De nagyon izgalmas, meg jó ilyenekbe részt venni, azért nem minden nap forgat így az ember, és bármennyire mondjuk akár fázunk, vagy nem optimális, azért elég jó film. Azt gondolom, hogy a mai
palettán az egyik legizgalmasabb együttes, és nagyon jó zenéket csinálnak, és szerencsére írtak nekünk is egy elég jó dalt. Mi szerettünk volna valami új megközelítést, de mindenképpen olyasmit, ami azért passzol a filmhez, hogy ilyen laza, cool legyen, vagány, szóval ezek voltak így a fő inputok. Jó volt? Nagyon. Hát, hogy vége van. Hogy van? Jaj, doktor úr, végre, hogy itt van. Nem tudja, mi a wifi kód.